Polt Péter felesége után immár Polt lánya is a Nemzeti Banknál dolgozik. A 24 éves Polt Petrát az MNB jogi igazgatósága foglalkoztatja. A legfőbb ügyész felesége, Polt Palásti Marianna a jegybank legfőbb személyzeti vezetője. Polt lánya és felesége egyébként nem vérrokonok. A legfőbb ügyész lánya egy korábbi házasságból származik. A 24.hu szerette volna megtudni, hogy Polt Péter felesége is részt vette az állásinterjún, a jegybank azonban csak annyit válaszolt, hogy Polt Petrát általános felvételi eljárás keretében választották ki. Neki csak neki. Nekem az jutott eszembe, hogy ez a Polt Péter, ez egy nagyon csapodár ember lehet, mert hát azt mondta Lázár János, hogy ezen az alapon szegény Polt Petra sehol nem helyezkedhetne el a közszférában, mert hogy ugye mindenütt ott vannak a... Ezek szerint akárhova menne, mindenhol lenne egy mostoha anyja, személyzeti főnök. Szándékosan félreérted, de egyébként ebbe az a tényleg... hogy úgy mondjam, gondolkodása, okot adó körülmény, hogy ahol személyzet és a felesége a legfőbb ügyésznek, oda ne menjen már a lánya dolgozni, ha szabad kérném. Én értem egyébként, hogy összesen azzal a névvel, hogy Polt, már elég nehéz helyzete van, mert ahova elhelyezkedik, ott vagy tártkarokkal fogadják azért, hogy hát, hogyha jól jön majd még ez a kollégiális viszony a papánál. Mások meg azt mondják, hogy aj, francokat akarja, hogy belelásson, ne jöjjön ide egy rokona se a legfőbb ügyésznek. Tehát nem egyszerű, tökre nem egyszerű elhelyezkedni. Az összes ilyen nagyon fontos közszereplőnek a gyereke handicappes. De azok a gyerekek, akik egyébként nagyon hangsúlyosan nem szeretnének a családjuk révén valahova bekerülni, azok szépen el szoktak ilyenkor húzni handicappes módon ugyan, de külföldre kicsit dolgozni. Nem feltétlenül bármelyik ügyvédi irodába jelentkezhet, bármelyik multinacionális cég alkalmazza. Miért bármelyik ne? Nem. Semmi empátiátok nincs. Gondoljátok bele, egy percre gondoljátok bele magatokat a lány helyzetébe. Ezek után hogy mehető be bármelyik irodába, munkahelyére, bárhova, úgyhogy hogy ne nézzen, ne röhögjék ki a hátam mögött. Szóval azért egy kis emberséget kérek tőletek. Egyébként számomra egy más vonalat hagyhozzak, már mivel emlegettük Lázár Jánost, akit ugye tegnap szembesítettek a kormányinfón azzal, hogy hát tessék már mondani, ez mégis hogy lehetséges. És nagyon érdekes volt, hogy ő hogy reagálta, nem tudom, láttátok-e azt a párbeszédet. Tulajdonképpen egy ilyen színházi műsor zajlott le, én kíváncsi volt, hogy mit lehet erre reagálni, és visszakérdezett, mintha nem tudná, hogy mi a helyzet. Tehát eljátszotta, az visszakérdezett, hogy hol van, hogy az MNB-nél vagy a lefőbbügyésénél van a gyerek. Pontosan, tehát nem volt rá válasz. Nagyon érdekes volt ez a műsor, és utána kicsúszott belőle, és azt mondaná, hogy hát hogy tudná ők 4-5 millió embernek a családi viszonyait követni. Nagyon érdekes volt ez az egész helyzet, hogy erre nincsen A Mészáros 100 milliárdjáról meg azt mondta, hogy senki gazdagodásra nem kell, még a magam is se. Egyébként nekem a kedvencem a Lázár, a Mágnás Miska, emlékszünk a filmre. Tehát a kocsis legényt beöltöztetik úrnak. De azért egy picit lehetnétek empatikusabbak. Raffkos paraszt gyerek ezzel a kis billegetésre meg így. De nagyon kevésbé irigylésre méltó helyzet az, hogy az összes ilyen jó kis nepotista ízért neki kell kimagyarázni. Ez a Lázár tipikusan egy TS jogásznak való. Visszatérő kilatot. Nem igaz, sokkal tehetséges. Azért a disznófelvásárlókkal kell tudni tárgyalni. Visszatérve a Polt családra. Bocsánat, itt már a Lázár családnál tartunk, én visszatérnék a Polt családra. Tehát én azért egy másik dolgot is látok ebben. Óriási baj van ebben az országban, különösen a közszférában. Úgy tűnik, hogy a kiválasztásnak az alap szempontja az a megbízhatóság, akár van családi kapcsolata, akár nincs valakinek. A törvényekben is a fedhetetlenséget, meg a függetlenséget lecserélték megbízhatóságra, ez most a fő szempont. És ezen belül ez a dolog, hogy egy családtag szinte már eltörpült, tehát úgy látom túl van dimenzionálva a dolog, hát sokkal nagyobb ennél a baj. Ez olyan, mintha lenne egy rakomány akármi hal mondjuk, ami teljesen meg lenne rohadva, teljesen ehetetlen, fogyaszthatatlan, és akkor valaki kiszúrná, hogy Szardíniának kéne lenni, és belekeveredtek makrellák. Tehát, hogy itt van egy sokkal nagyobb gond, az, hogy megbízhatósági alapon választják ki ezeket a közszolgákat, és ezen belül az, hogy ő különösen megbízható, mert családtag, ez már tényleg csak egy pici haba
a nagyon nagy tortán. Hát ez lehetséges értelmezés, én ebben nem hiszek. Hát egy kezdő jogász az nem azért kívánatos, mert családtag, és mert olyan helyekre tesszük, ahol mindenféleket el kell leplezni. Én ezt nem gondolnám egyáltalán. Lehet, hogy ez általában fontos szempont. Arról van szó, hogy a gyerek, aki megkezdte apját, apa, szerinted merre pályázak, hova? Kérdezd meg most a anyádat, ő a Nemzeti Bank HR főnöke. Van nálunk üresedés. Van nálunk üresedés, kislányom. És most a anyád határozza meg a munkakörödet, a fizetésedet, és azon kívül Matolcsi bácsi, tudod, de. A térdén lovagoltatott. Oké, de ez ugye nem Magyarországon, nem most kezdődik. Ez nem most kezdődik. Hát azért Móriczal kezdtem. Ez egy régi jó kis bevált rutin. Legfeljebb most már egy kicsit allergiásak vagyunk arra, hogy a Nemzeti Bank ki mindenkivel van teleültetve, mert hogy az egy nagyon jó fizető munkahely. Tehát, és akkor még nem beszéltünk Trump kapcsán az Ivánkáról, aztán a vejéről. Az bizalmi. De nem látjátok ennek az embertelen vonalát. Általában az ember egy munkahelyen dolgozik 6-8-10-12 órát. Gondoljátok egy percre bele abba, hogy mi van a Pol család ebédlőjében. Vettél karfiót? Hanem este 8-kor is elővelheti az anyja a lányát, hogy te, és akkor mondd meg, hogy most a büfében, a harmadik emeleti büfében a jegybankban mi történt? Tehát dolgozik ott egyébként, csak a névről annyit, hogy a Jókai téren volt egy autó alkatrészbolt, ahol tömítéseket árultak, és sehol nem lehetett kapni a régi bogárhátú Volkswagen tömítéseket. A Jókai téren. Bementem, jó napot kívánok, én tudom, hogy nagyon... Azt mondja, hát az nem nagyon van, de Benke Valériára tekintette. A politikai bizottság tagja. Kiderült, hogy Havasnak hívták a férjét, vagy nem tudom mi. És utána azt mondták, üdvözöljük a kedves anyukát. És kiderült, hogy Benke Valériának Havas, és azt hiszem, ott helyben elájulok.